Nagyon szépen köszönöm. Először is köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Nagyon megtisztelő. Tényleg. Valóban nagyon más lesz, mint az eddigi előadások, de ezt azért sejthettük. És amit még megígérek itt az elején, hogy tartani fogom az időt, vagyis hogy még jobban összehúzom a mondani valómat, mert ugye díjátadást lesz, és én is tisztelem annyira Fekete László munkásságát, hogy adjak időt a közönségnek, hogy még megszusszanva eljuthasson a díjátadóra, úgyhogy egy 10 percben megpróbálom összefoglalni a mondandómat. Engem 20 éve az érdekel, hogy mit csinál az emberiség és miért. Azt mindannyian látjuk, hogy technológia függő társadalomban élünk, és hogy a technológiai evolúció az, ami az embert olyan sikeressé tette, mint amilyen most. De pontosan mi történik? Folyamatosan azt látjuk, hogy az emberek azt mondják, hogy erre nem számítottam, ezt nem gondoltam volna, nem is tudtam volna, hogy lehet, hogy ez így van. Másrészt meg van egy nagy pozitív rácsodálkozás is a világra, de szuper, hiszen csak megnyomok egy gombot, és a világ túlfelén levő emberrel beszélgetek. A Marson levő űrjárműveket, mit tudom én, tudjuk irányítani. Egyrészt van egy hatalmas technológiai csodálat, másrészt van annak a megértésének a hiánya, hogy a technológia mennyire átformál minket. 1900-ban volt egy ilyen képpályázata arról, hogy képzelik el a világot 2000-ben. És ezek a képek nagyon jól leírják napjainkat, olyan értelemben, hogy ilyen kis drótok mennek a diákok fejébe, repülő eszközök vannak, stb. Ezek a képek érdekesek, viszont pont a lényeget nem fogják meg. Ők úgy képzelték el, hogy a technológiát az emberiség használja, de ugyanolyan marad. Ők ugyanolyan ruhában vannak, ugyanolyan társadalmi szerkezetben képzelték el magukat. Viszont nem, mert a technológia újra programoz, megváltoztatja az embert. Az ember azért ilyen sikeres faj, mert hogy megváltoztatjuk magunkat, a valóságérzékelésünket, a kommunikációnkat, a kapcsolatainkat, a gazdasági életünket, az, hogy hogyan érzékeljük a valóságot. És az emberiség már a történelmi során többször is újra programozta magát, ebben nagyon jók vagyunk. Ami most zajlik, és amiről most itt eddig is hallhattunk egy szegmense, az a legnagyobb és a leggyorsabb újraprogramozás, ami nem egy elkerülhető dolog, és mindjárt erről fog beszélni, hogy miért nem. Viszont azt is látni kell, hogy társadalmi szempontból az emberek borzasztóan kitettek ezeknek a technológiáknak, amikről beszélünk, viszont fogalmunk sincs, hogy mit hallhattunk eddig. Most nem azért, hogy ezeket az előadásokat egy átlagembernek meg kéne értenie, de igazából fogalmunk sincs, hogy működik körülöttük az, ami működik. Két dolog lényeges számukra. Egyik az ember, a másik a szolgáltatás, amit kapnak. Csak ez a kettő a minőségi meghatározó, és csak ez a kettő, amin keresztül érzékelik a valóságot. Már az, hogy drót nélküli technológia sem igazán értik, míg a wifi szót fel lehet oldani, meg talán néhányan fel is tudják oldani, de most nem azt mondom, hogy a társadalom buta, hanem az, hogy nem foglalkozik a technológia, mint hogy azzal sem foglalkozott annó, hogy a tévé úgy működik, hogy egy fénypötty nagyon-nagyon gyorsan rohangászik ide-oda, hanem hogy mit kapok. És ha ide nézzünk, akkor azt látjuk, hogy az emberiségnek az elmúlt 100 éve hogy alakult, és miért kritikusak ezek a technológiák. Hát két nagyon egyszerű ábrát láthatunk egymás fölött, az egyik kedvenc könyvemből egy lap. És most csak az összképet kell figyelni, azt láthatjuk, hogy egyrészt hogyan változik az egy évre jutó átlag jövedelem a vízszintes skálán, a függőleges skálán várható átlag életkor, az alsó fele a képnek az 1800-as évek föld, a felső a 2012-es. Az történik, hogy annak ellenére, hogy imádom a történelmi filmeket, de azért azt látni kell, hogy az emberiség történetének java részében némi túlzása 99%-ában, az emberek 99%-a éhezik. Buták, csúnyák, kiszolgáltatottak. Buták azért, mert nincs oktatás, csúnyák azért, mert semmilyen egészségügyi vagy szépészeti beavatkozás nincs, szegények azért, mert olyan körülmények között vannak. Egy 100 évvel ezelőtt elindul egy nagy technológiai forradalom, aminek két nagy lába van, az egyik a kapitalizmus és a fogyasztói társadalom, a másik az, hogy technológiákat fejlesztünk azért, hogy javítsák az életminőségünket. Legyen jobb ruhánk, tudjunk gyorsabban mozogni, autó, mosogatógép, stb. Ez a piac akkor tud elindulni, hogyha ez a mellé társul a fogyasztói társadalom, és ez a kettő erősíti egymást. Ez körülbelül az 1880-as években kezdődött, és itt az ábrán azt láthatjuk, hogy ez hogy változtatta meg a világot. Duplájára, triplájára nőtt az élettartamunk. Közeledik az a nemzedék, aki sose fog meghalni. Hirtelen nagyon gazdagok lettünk. 250-szeresére nőtt a világgazdaság. Igaz, hogy ennek egy része virtuális tőke,
másik része mondjuk úgy, hogy valódi, de akkor is nagyon gazdagok lettünk, hosszan élünk, és sokkal jobban élünk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt bárki. Akár a királyok is a középkorban. Nek van egy nagyon egyszerű következménye, hirtelen nagyon sokan lettünk. Hiszen aki él, az tovább él, és többen születnek, akik többen megmaradnak, akik születnek. Borzasztó számokat láthatunk a történelem során. Ezek örömteli hírek, de az, hogy az emberiség lélekszáma ilyen exponenciálisan megnőtt, ez nem ilyen egyenletes növekedés, hanem egy brutálisan gyors. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, minthogyha most itt a konferencia végén most berohanna legalább 300 ember ebbe a szobába. Ráadásul ez a 300 ember mind pont ugyanolyan életminőségben akar élni, mint az eddig itt bent ülő X. Az a challenge, ami most előttünk áll, az az, hogy hogyan tudjuk biztosítani a zárt rendszerben, ami a Föld nevű bolygó, nem tudjuk elhagyni, ugyanazt az életminőséget ennyi embernek. És a digitális kultúra, amit én digitális kultúrának hívok, aminek most a vas oldaláról beszélgettünk sokat leegyszerűsítve, azt mondom, hogy vas, az pont erre alapul. És itt van szerintem ennek a szakmának a legnagyobb kihívása. Hát van egy ilyen élethelyzetünk. Elértünk egy hatalmas életminőséget, jobban élünk, mint valaha. Az emberiség történetének ez a leggazdagabb két generáció, akik mik vagyunk. Most megint egy rosszabb időszak fog jönni, úgyhogy ennek speciál örülni lehet. Nézzük meg, hogy mi történik. Az történik, hogy az emberiség ezt a digitális kultúrát kezdi el használni. Mi hívjuk most internetnek, vagy okostelefonnak, vagy bárminek, és azt látjuk, hogy imádjuk, szeretjük. Az okostelefon nagyon-nagyon gyorsan a legszeretettebb eszközönké vált. Mikor még 20 éve elkezdtem kutatni a digitális kultúrát, akkor az egész egy ilyen fura cucc volt, meg így a gépek előtt ültek. Most már olyan jó nosztalgiázni rajta, de nem volt még társadalmi hatás. Most már az emberek nem szeretnek eltávolodni az okostelefonjuktól, az első tárgy, amihez nyúlunk reggel az az, és így tovább látjuk azt, hogy hogy változik meg a világ. Az, hogy hány órát internetezünk, az, hogy mennyi időt töltünk a képernyő előtt, ezt látjuk. Miért? Azért, mert mindig erre vágytunk. Olyan képességeket kapunk a digitális kultúrától, amit mindig el akartunk élni. Világ összes nyelvén tudok, soha nem tévedek el, mindent tudok, hiszen csak keresnem kell egyet. Amit látnunk kell, az az, hogy amikor ezeket meg akartuk szerezni, ezeket a képességeket, mindig az volt, hogy ez egy hosszú tanulási folyamat lesz. Azt, hogy a világ összes nyelvén tudjak, azért feltételeztük, hogy ez néhány év tanulás lesz. De most nem az. Az okostelefont a kezébe adom valakinek, abban a pillanatban szertesz ezekre a képességekre. Nem történt meg egy tudatossági szintlépés. Ez az, ami társadalmi szempontból a következő 10 évet meghatározza. Azok, akik tudatosan tudják majd használni ezt a technológiát, az a 20% per pillanat, aki tudja még, hogy merre megy az autóval, és nem csak az útvonaltervező csíkot nézi, aki tudja azt, hogy mi az a kritikus gondolkodás, akinek van egy minimális rendszerszerű tudás a fejében, és nem hiszi el azt, hogy az Árpádház még nem halt ki, mert az dobja ki a kereső, az 20% per pillanat, ők ennek a technológiának a nyertesei. 80% per pillanat, ők termékek, akiket, mint e-business oktató a Corvinuson, nagy örömmel fogadunk, mert ki tudunk zsákmányolni. Társadalmi szempontból ez viszonylag tiszta dolog. Technológiai szempontból viszont nem ilyen egyszerű. Az történik, hogy nagyon szeretjük ezt az eszközt. Ez nem csak arról szól, hogy ez egy érdekes cucc, amit eladunk az embereknek, hanem arról szól, hogy az előbbihez visszatérünk, ahhoz, hogy ez a megnövekedett lélekszámú ember a körökben az országok nagyságát látjuk, ahhoz, hogy ez túléljen és fenntartsa az életszínvonalát, ez a technológia kell. Jelen pillanatban ezek a technológiák, amikről beszélünk, és az erre ülő szolgáltatások biztosítják azt, hogy az emberiség túléljen. Szóval nem ilyen egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy hát majd megoldódik, meg az üzlet hozza. Az, hogy bármilyen fejlesztés történik most a távközlésben, bármilyen fejlesztés történik az internetnél, mindent azonnal felszív a társadalom, mert most ezt várja. Még csak az első lépésnél tartunk. Az, hogy a kommunikációt megoldottuk, az, hogy megváltozott, az, hogy real-time tudunk beszélgetni, az, hogy képeket tudunk küldeni, már felforgatta a társadalom összes egészét, és tényleg nagyon hosszan tudnék erről mesélni, bizonyítottan 12-15 órát, mert csak erről a társadalmi hatásokról van egy fél év, de azt mindannyian érezzük szerintem. De ez még csak az első lépés, ez az, amit a társadalom még nem fog föl, hiszen most jönnek a kritikus technológiák. Most jön az, hogy mi van akkor, hogyha valamelyik hullámsáv nem működik egy robot jogásznál.
egy robotorvosnál, egy önvezető autónál. Most még csak a kommunikáció meg szórakozásról beszéltünk, egy gyökeresen felfordította a világunkat. Itt láthatunk a Kondratyev hullámokból, ezek leírják azt, hogy a technológia evolúció milyen ritmikusan változtatja az emberi gazdaság történetet. Jól leírhatóan 50 éves ciklusok vannak. A számítógépen már túl vagyunk. Ez volt az 5. hullám. Most az a hullám, hogy összekapcsolunk mindent, ami él és mozog. És amiről igazán szerettem volna beszélni, az a bizalom. Amit önök csinálnak most, némi túlzásként önök, de ez a szakma. Ez eddig is nagy elvárások voltak felé. Onnan indult, megvoltak azok a társadalmi környezetek, amikre ágyazódott. Volt kommunikáció, volt hírközlés, voltak kapuőrök, voltak üzleti modellek, és akkor hirtelen megjelenik egy olyan infrastruktúra, ami amiatt a nyomás miatt, amit az elején mondtam, megváltoztatja a világot. Most mindenki ettől az infrastruktúrától vár el mindent. Azt várja, hogy ezen keresztül működjön és legyen. Tehát, hogy bízzon. A bizalom az, amit az emberek átélnek. Tehát a másik emberek akar találkozni is a szolgáltatással. Ha most például ugye nagyon élveztem, ahogy a szakdolgozók bemutatkoztak, és ha megjelenik, tudom a korlátait, de mondjuk az épületen belüli nagyon pontos technológia, hely meghatározó technológia, az nem érdekli a társadalmat. Ha azt mondom, hogy ezen túl úgy tudok számítógépes játszani, hogy nem is kell fölvennem valamit, és csak itt putkosok, és úgy adom el az adataimat, hogy most már nem tudom szobán belül, akkor azt érteni fogják. Viszont ha egy szobán belül megvalósítom, akkor az emberek azt fogják elvárni, hogy az egész földön működjön, vagy mindenhol úgy működjön. A kommunikáció és a szórakozás terén megengedő a társadalom, hát egy kis ideig most nincs net, most kicsit szaggatott a streaming, az oktatás sem, nem tudom, egy pillanatra megakad, az még oké. Okay. De most mindenki arra készül, a szabályozás, a jogi kutatócsoportok, ahol dolgozom, a nyelvészeti fejlesztések, hogy a kritikus technológiák jöjjenek be. Most egy olyan kihívás előtt áll, mondjuk úgy a vas fejlesztés, sokkal nagyobb kihívás előtt áll, mint a szoftveres fejlesztés, és akkor még ne is beszéljünk arról, hogy minél kritikusabb rendszerek kerülnek rá, annál nagyobb a társadalmi sérülékenység és a gazdasági sérülékenység. A fizikai világ hekkeléséről beszélek az önvezető autók esetében, vagy akkor, ha mondjuk a blockchain technológiák és a kriptovaluták eltüntetik a pénzt, az eddig megszokott pénzt a világunkból, és cselekedet alapú társadalom leszünk, és akkor mi történik, ha valaki azt írja át. Most ennek a küszöbén állunk, és szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Ez mindenképp nem mai történet, de az, hogy a bizalmat hogyan tudjuk megszerezni és megtartani, ez mindenkinek kihívás most. Kihívás az üzletnek. Hogyan szerzek új ügyfeleket, hogy tartom meg a másikat, amikor az egész világgal kell küzdenem, és amikor senki nem lojális. Hogy bízzak az alkalmazottamban, mert lehet, hogy mindjárt elmegy. Belefektessek energiát, vagy nem. Belefektetek, mást erősít. Nem fektetek bele, elmegy. Így is, úgy is elmegy. Akkor hogy dolgozzak? Amikor a magas szintű szaktudás a legnagyobb érték, akkor ezt is meg kell. Hogy tudok bizalom? Hogy tudok egy víziót adni? Például most nagyon sokat ilyen projekteken dolgozok, ahol egy ilyen ügyeket, víziókat találunk, mert most már nem elég a cégeknek az, hogy csak pénzt adunk. Ezek a technológiák kontrollt hoznak. Ez a kontroll nem rossz. A kontroll tud jó lenni. De az, hogy ki él vele, ki él vissza vele, ezt ugye megint csak a jogászok mindig azt hiszik, hogy ez a jogról szól. A társadalomtudósok mindig azt hiszik, hogy ez a társadalomról szól. De mindig elfelejtjük azt, hogy ez egy teljesen technológiai platform. És a technológia működésének a biztonsága fogja meghatározni azt, hogy ezek mennyire sikeresen változtatják meg a társadalmat. Per pillanat egy olyan világban élünk, és egyre inkább az lesz, ahol egyre több olyan dolog befolyásol minket, amit közvetlenül nem érzékelünk csak a technológián keresztül. Ez a technológia teljesen valós időben és gyökeresen gyakorlatilag módosítható. Nem lehet magára hagyni a társadalmat megbízhatatlan technológiákkal, viszont ez a nyomás, ami most a háttér infrastruktúrákra nehezedik, ami most van, ennél tízszer akkora lesz a következő években. Nincs elég erőforrás, sem időben, sem pénzben, sem alapanyagban, mégis mindenki azt akarja majd, hogy ez működjön. 10 percben összefoglaltam, és köszönöm szépen a figyelmet.